Tavaly már szerveztek értékes barangolás vetélkedőt, ennek népszerűsége eredményezte az idei folytatást. A döntőt Szabolcsban szervezték szerdán, ahol hadcsapat mérte össze tudását. Eddig minden feladatot tudtunk, jól tudtunk teljesíteni, tetszettek a feladatok, nem voltak túl nehezek, de túl könnyűek sem. A zsűri is megdicsérte a diákokat, a teszten mindenki jól szerepelt, egyedül a vaktérképes tudásokon lenne még mit javítani. A vetélkedő célja a nemzeti és a helyi értékek népszerűsítése a fiatal generáció körében. Nagyon széles a feladatoknak a spektruma, hiszen ugye itt értékről van szó, értéktárról, érték megőrzésről, úgyhogy tulajdonképpen a bemutatkozás az úgy történt, hogy minden csapat elmondta, hogy ő honnan jött, ő mit ajánlana értékként a megyei értéktárba, és hála Istennek olyan jó első érzéssel fogadtuk, hogy olyan dolgokat is javasoltak, amelyekre mellett mi úgy véletlenül el is mentünk. Így például a Tisza Adonyi Kecskesajt vagy a Tomcsányi Kastély akár már a héten az értéktárbizottság elé kerülhet. Teljesen megdöbbentem, amikor olvastam a javaslatokat, hiszen olyan javaslatok jöttek be hozzánk is olyan minőségben, amelyekre egyrészt mi még nem gondoltunk, nem csak mi a megyében még eddig senki. Másrészt pedig valóban úgy lettek kidolgozva, hogy ezek nyugodtan be tudnak menni az értéktárbizottság döntéshozói asztala mögé is, és mivel hogy pénteken két nap múlva lesz bizottsági ülésünk, az utolsó bizottsági ülés, ezeket mindenképpen be is fogjuk vinni. A három általános iskolás csapat közül végül a Tisza-Szalkai Berekkincse csapat nyert. A középiskolásoknál pedig a Záhonyi Kandófalú csapat bizonyult a legjobbnak. A vetélkedő döntőjét a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium műsorai színesítette.